hogyan élnek jelenleg a cigányok a városban? Hát a cigányok elég szükösen élnek mostanában, mivel nem igen van munkájuk, és nem igen van lehetőség munkára se. Nagyon szükösen élnek, és egymást is segítik, mint minden kisebbségi közösség összefognak, és kisegítik egymást, akár élelemmel, akár helyjel is, hogy egymást befogadják ezekbe a hidegekbe, mert a lakhatásuk nincs megoldva. Hány cigány család lakik jelenleg Újvárosban? Hát egy olyan 60-70 család van most. Csökken a számuk? Hát inkább csökken, mert keresik a megélhetési lehetőséget, ami vonzódnak külföldre, nyugatra dolgozni szeretnének mindenhol a megélhetés véget, mert mindenhol több gyerek van. Iskolában hogyan állnak a cigány gyerekek? Az iskolában szeretnek járni iskolába, sőt nagyon tanulékonyak is, csak nagyon nehéz a lehetőség nekik. A megélhetés véget, az anyagiak véget kevés, az ellátmányok nem igen tudnak így szozzálni magukat az iskolába is, de hála Istennek van egy emberünk, egy fehér ember, aki kiemeli a cigányságot és nekünk nagyon sokat segít. Ez egy magyar győri gyerek, és nagyon emeli ki a cigányságot, meg a szegény népeket, támogatja őket, és minden reményük a cigányságnak most abban van, ebben az emberben. Cigányvajda az miben tudja segíteni a cigányokat? Hát általában a cigányvajda úgy volt, hogy mindig az előjáró volt a cigányoknak az előjárója, vagyis a szószólójuk, és ezt ki segítette a bajban, mert mindenki hozzáfordul, mivel általában jó kapcsolatokat ápol a vezetőséggel, a városokkal, a városi vezetőkkel, és inkább ővele tárgyalnak, beszélnek, foglalkoznak, hogy a többinek a szószólója legyen.